Sziasztok, üdvözletem innen a keletiből, és ezzel a vonattal fogunk Pécsre menni, utána egy másikra a világba, és ismét egy vonal bejárás lesz, még pedig a 62-es vonalon fogok elmenni, terv szerint Siklósig, és akkor sikerült így összefüggően Sejjébe járni, hogyha sikerül Siklósig eljutni, akkor Sejjék ez a vonal is meg lesz, ami kb. A fele. Úgyhogy hajrá, a vonatunk már itt áll bent, mindjárt veszek rá IC-jegyet is, mert ide csak azt kell, és hát akkor hajrá irány előre. Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Villányról. És ismét egy vonalbejárós videó lesz, mégpedig Siklósra le fogok menni a 62-esen. Belemendi cementműig biztos el fogok jutni, addig ugye járható és a pálya időszakos teherforgalom is van. Belemendi cementmű után meg hát meg majd kiderül, hogy mennyire járható, mennyire nem. Viszont a terv az, hogy elmegyek Siklósig, ugye addig sikerült bejárni Harkánytól, még tavaly. És hogyha sikerül eljutni Siklósig, az azt jelenti majd, hogy Sejjéig meg lesz a vonal, tehát gyakorlatilag már a fele meg lenne. Hát meglátjuk. Így néz ki a Villányi vasútállomás az utcafrontról. És errefele fogok tovább menni. Egyébként a Mohás fele még mindig a járványügyi menetrend van, tehát valószínűleg arrafele mindjárt jön majd egy pótlóbusz. Annak a menetrendjét nem néztem meg, hogy ez a PL Monostorihoz van egy csatlakozó. És majd később villányelágazásnál fog kiágazni a 62-es. De az még kicsit előrébb van, a Mohácsi viszont itt fog mindjárt kiágazni, ahol jelenleg nincsen forgalom. A járványügyi menetrend miatt egy pár vonat van, oda-vissza. Ami egyébként itt érintette a legrosszabbul az utazó közönséget, mert kb. 60 perccel nagyobb menetidő a pótlóbusztak, mint amennyi a vonatnak volt, de érthetetlen módon itt mégis fennmaradt a járványügyi menetrend. Pedig ott, itt még azt sem lehetett mondani, hogy nem volt utas, mert Mohás fele mindig volt. Hát és ja, még a busójárásnál se oldották fel, még végelesen se, pedig akkor még a szokottnál is több utas van, 5-6 kocsis vonatok járnak. Neked itt az élő állatrakodó. De hát ezt már rég nem használják, és az is látszik, hogy ezt egykor nagyobb forgalmat elvezték az állomást. Ugye rengeteg vágány van, hát a teherforgalom itt már nem, szerintem egyáltalán nincsen, legalábbis itteni rakodásra, viszont ugye a cementmű az mai napig vasúton szállít, tehát oda azért rendszeres teherforgalom van. Nem tudom, hogy Mohács fele van-e teherforgalom, de azt is el tudom képzelni, hogy van. Ugye ott van a Dunaparta is, ez egy megyiparvágány, a rakodóvágány, és hát onnan is be. És valószínűleg azért, ha nem is rendszeres, de van mondgalom. És ott a következő torony. JT helybe kezelt váltók vannak. És ez már az elágazás. Magyarbói, ez pedig a Mohácsi vonal ott mellettünk. És itt van egy régi távíró pózna. Hát már ugye a vezetékektől megfosztva. De még a vonóvezeték az látszik, hogy az előjelzőt azt
mindig azzal kezelik. És hát akkor irány tovább, villányelágazás szolgálati helyre. És ugye itt van a főjelző, a megálljelzést. És ott a távolban látszik az előjelző. Egyébként magyarból jön, van egy remot Szergely. Az még lehet, hogy fel fog jönni. De más vonalon nincsen jelenleg. De az író már leért, még az is visszajön, meg egy ilyen 20 perc tartózkodás után. 320-as szelvényben egy útátjáró. Tehát a fénysodompó, félsodompós. És hát erre fele tovább pedig a 62-es vonal, de még párhuzamosan megy a magyar bújival. Hamarosan megérkezünk villányelágazás szolgálati helyre. Ezt nézzétek, itt van a bejárati jelzőn a szolgálati helynek. Itt van egy közúti felüljáró is, meg hát itt a vonóvezetékek, és ott már látszik a háttérben az elágazás is. És ez bizony már villányelágazás szolgálati hely. Itt a védőcsonkával a 62-es. És itt van a magyar búj. Hamarosan jönni fog a dezíró vissza, azt megvárjuk. És aztán irány ki a 62-esre. Hát most kiszolgálás nem lesz a mai nap. Mint megtudtam nemrég. És van a dezíró. Szelvényszámozás azért egyesít, mert itt egy becsatlakozó vonal épült Andó Berement környékéről, mert eredetileg Harkánytól Beremendig a már megszűnt Horvátország felé menő vonal lett volna, és amikor azt felszámolták, akkor épült egy új nyomvonal itt erdefele, hogy be tudjon csatlakozni, vagy hát, hogy a cementművet ki tudják szolgálni emeldől is, a villány felől. És ez a nyomvonal ágazott itt ki. És itt körülbelül egy olyan 10 kilométerig ilyen sima útunk lesz, mert ugye, mint mondtam, azért Belemendi cementvért mai napig kiszolgálják, de csak szorványosan, illetve a heti egy vonat van. Aztán majd meglátjuk, hogy a már nem használt részen milyen állapotok vannak. Az biztos, hogy itt azért sokat lehet nyerni, hogy járható a pálya. Aztán ki tudja, lehet, hogy az lesz, mint a 49-esen, hogy Tamási meg Pári között rengeteg időt lehet nyerni azzal, hogy kerékpárút épült az egykori nyomvonal helyére, és az simán járható. De azt a kb. 5,5 kilométernyi előny az a következő 2 kilométeren Nagykónyig el is veszik, mert ott meg annyira benőtte már a gaz, hogy alig lehet haladni. Hát mindjárt kiderül, közben már is haladtam 100 métert, hogy ezt elmondtam. Hát akkor irány tovább. Belemendi cementműig ilyen sima úton lesz. És majd egy kilométer után megvan az előjelző is a szolgálati helynek, ugye bár is. Akkor irány a következő állomás. Egyébként mit látjátok, a pálya az nyílegyenes még nagyon sokáig. És akkor itt van még egy átjáró, sima földutas, andráskeresztes. És már az 1,7-es szelvényben vagyunk, és a 17-esben, és erdefele tovább. Hát egyébként a pálya az 48-as sinekből áll, betonaljas. A mellékvonali mércével mérve is egy nagyon jó állapotú pálya. Ugye a teherforgalom miatt itt fel kellett újítani. És hát, hogy látjátok, a sinkorona is fényes. Tehát itt azért van forgalom. Még ha csak időszakosan is. És most jön egy ív, eddig másfél kilométernyi nyílegyenes pálya volt. És hát a következő állomás is csak Beremendi cementmű lesz, ami villánytól 10 kilométerre van. A vasút támogatja a Firefoxot. Egyébként itt jó emelkedős vonal van. Ja, hát jó, mondjuk rosszul mondtam, mert az előbb visszafele néztünk, villányfele, arrafele lejt. Itt pedig egy emelkedő fölfele. És itt vagyunk az ív közepén,
37-es szelvény, és hát nem, megint érte, a 37-esben lesz egy útátjáró, de most valahol a 36-os környékén vagyunk. És innen megint jön majd egy hosszú egyenes szakasz. És innen jó messzire be is lehet látni. Egyébként a táj is szép. Egy újabb átjáró, 37-es szelvény, és ez már nem földút, ez már szilárd burkolatú. Arrafele halad tovább a vasútvonal, az ott a háttérben pedig bár lehet, hogy a cementműnek az épülete. Ugye itt kell tovább felépítni, még nem változott. Itt van még egy átjáró, maskaköves. Másik része földutas. Egyébként földút. 51 szelvény. És arrafele tovább egyenesen. A hosszú egyenes szakasz. 60-as szelvény. És itt van már a Beremendi cementműállomásnak a bejárati előjelzője. Hát innen haladunk tovább. A háttérben talán már a főjelző látszik. És akkor Beremendi cementmű. Itt van egy csonkavágány, és ott pedig látszik a főjelző előttünk. Ha minden igaz, bám, hogy közelebb megyek, és akkor kiderül. És ezt nézzétek, itt már közeledünk a állomáshoz. Itt a végében van egy tekerőssorompó is. Ezt nem tudom, hogy itt a van ott egy váltóállító talany, és nem tudom, hogy van-e benne szolgálat, és onnan kezelik, vagy hogy alkalmanként, amikor a tehervonat jön, akkor a személyzete. De valószínűleg a hajtómű is ott van. Itt pedig van egy töltés, és megyünk tovább. És még arrafele lesz távolabb az állomás, és ott válik szét a már felszedett és a mostani... Hát a már felszedett vasútvonal Horvátország fele, illetve a meglévő, de forgalmat nem bonyolító 62-es. Ha így pontos. Mindjárt azt is megnézem, hogy pontosan az a vonal, ahova ment, mert már felejtettem. De ugye az 68-as közlekedéspolitikai koncepcióba számolták fel. Hát úgy tűnik, a talajban nincs szolgálat. És akkor innen az állomás, és mindjárt mutatom a másik oldalt. És akkor itt már az összes mellékvágány megvan. És valószínűleg egy iparvágány vezet be a cementműbe, de az még kicsit arrébb van. Ugye az egykori vasútvonal mentén. De hát igen, elég hosszú mellékvágányok vannak ezen az állomáson. Nyilván nagy forgalomra épült annó. És itt vannak a kijárati jelzők. Fényjelzős állomás, mint látjátok, és a háttérben látszik az elágazás is. Majd közelebb megyek, akkor majd megmutatom. És itt van maga az állomás épület. Még a neon betűk is megvannak, már valószínűleg nem működnek, sőt, ahogy látom, a neon nincs is rajtuk, csak a betűk vannak meg. És ott látszik a háttérben a vezes négyzettel kizárt vonal a 62-es, a másik, amelyik elkanyarodik, az pedig a régi, ugye belement országhatárig tartó vonal volt. De valószínűleg azt használják még, mert azon keresztül szolgálják ki az üzemet. Itt volt a váróterem, meg a forgalombíroda. Hát megnézem közelebbről. És hát akkor tovább a 62-esen. És itt volt az elágazás, azt rosszul mondtam az állomástál, nem ott ágazott el. Belement fele, illetve a Horváth határ fele, hanem itt. Ott az ívnél. Így erre, és ott látszik is a váltópont, ahol talpásabb felépítmény. És itt a szelvényezés is megváltozik, a 86-os szelvény után jön a 223-as. Nyilván, mert 1969-ben kiépült itt villányelágazásig az újabb nyomvonal a BCM kiszolgálására. És hát itt akkor irány tovább Nagy Harsány fele. És egyébként megtudtam az állomásról is pár dolgot, azt majd később elmondom. De ugye főleg hétköznaponként van kiszolgálás. Szerintem viszont, hogy átlagosan heti rendszerességgel van. És itt vége az egyenes szakasznak.
Itt ívben fordulunk Nagyhalsány fele, és ez bizony már az előjelző. Ezt nézzétek, itt már az első komolyabb akadályvonalon, és ez se igazán komolyan, mert ez gajazás volt, csak a sínekre borították. Mert ezt viszonylag könnyen le lehetne szedni. És hát eddig olyan nagyon járhatatlan pályaszakaszt nem találtam, amit ne lehetne akár néhány nap EFT-zéssel orvosolni. Úgyhogy eddig még szerencsém is volt, meg hát úgy tudom, hogy azért gyalog Siklósig járható maradt a vonal. És ugye ott van már, látszik a bejárati jelző. Ez már Nagyhalsány állomásé. Hát itt kicsit kerülgetni kell a fákat, de még ez se vészes. Így né. Itt van még egy átjáró. Ez már Nagyhalsány állomás belterületén van. És egyébként haladunk az állomás fele. A bejárati jelzőt már el is hagytam. Ugye alakjelző volt, és majd itt lesz egy iparvágány kiágazás a kőbányához. Nem tudom, megvan-e még a térkép még jelöli, de forgalom már nincs rajta. És itt vagyunk Nagyhalsány állomáson, és ez lehetett az iparvágány a bányába. Haladunk szépen tovább, és itt van a váltókörzet. És itt a váltókörzet szépen, meg az állomás területén vagyunk, és bizony itt van Nagyhalsány. Hát, három TV antenna is van föltéve, még azt is el tudom képzelni, hogy lakott. Nézzük. Nyilván az egyik ott falaból antenna az már teljesen rozsdás, de a másik kettő az még újnak tűnik. Megnézzük majd az utcafronttól is az állomás épület fékként erre. Van tovább Siklós felé a pálya, és itt van az egykori melléképület. Ugye. Itt volt egy pad, aminek a falészét már ellopták. És az utcafronti része az épületnek. És látjátok, hogy még van egy kábel TV bekötés is. Tehát ha most nem is lakják már, de ezt még néhány éve lakhatták, és be van vezetve a gáz is. És itt egyébként Nagyhalsányon, ahogy látom, nem is volt rossz helyen az állomás. Annó, tehát itt valószínűleg személyforgalom is volt. Ugye Beremendi szemedműnél nagyon minimális elenyésző személyforgalom lehet. Itt viszont azért lakóházak mellett van. És ugye a busz megálló is itt van, tehát itt még lenne keresni valója talán a vonatnak. De nyilván Beremendi szemedműnél most nem lenne már érdemes megállni. Menjünk tovább. És itt volt az egykori lakodó. Na, eddig egész jól volt a pálya, még nem volt gazos, hát az majd innen kezdődik, ahogy látom. Ugye itt a nyílt vonal kifele, hát itt már egy nagyobb a gaz. És tudjátok, itt van egy őrhely. Hát úgy látom USB lappal be van. Na, az biztos, hogy szolgálat már nincsen, itt legközelebb se ilyen. Van szolgálat az egész vonalon. Viszont az ajtó nyitva van. Hát ennyi. Sok értelme nincs belenni. A berendezésből nem sok maradt. És itt van Nagyhalsány állomás bejárati jelzője a másik oldalról. Erre fele meg a mérsékelten gazos nyílt vonal. Hát ha ennél rosszabb nem lesz, akkor azzal már kiegyeznék, mert ez én még Siklósig egész könnyű teretnek tűnhet. Ugyan kb. 6,5 km még Siklós. És itt van az előjelző. Innen a pálya se vészes. Egy-két gaz belóg az űrszelvénybe, de más nincs. Viszont a pálya innen már talpás. Vagyis hát már kb. Ugyan fél kilométer óta talpás, csak eddig ezt elfelejtettem megemlíteni. Erről jöttünk, és itt van mellettünk egy villanytelep. Egyébként a Kishalsányi bekötő útnál. És hát erre tovább. Helyzet változatlan szerencsére, simán járható. Reméljük ez így is marad. A helyzet változatlan, és tovább Siklós fele. Ilyen Siklós erre van. Valójában az előbb azt mutattam, hogy merről jöttem. És elvileg itt a hosszú egyenes után lesz egy dupla év, és utána jön Siklós.
de már csak pár kilométer. Na, és akkor az ív után vagyunk. Tovább egyenesen. Elvileg lesz ott még egy ív hamarosan, és utána jön Siklós állomás. És itt van lassan a hosszú egyenes vége. És itt az ív, és utána már körülbelül Siklós. Hamarosan az előjelzőt már meg kéne lássam. Itt egy átjáró, és mellette egy doboz, ami pályatelefon, vagy pedig egy jelző, vagy nem tudom, mi lehetett itt. Ezt nézzétek, és itt egy felújított átjáró. Itt ott a túloldalt látszik egy Bizbel szekrénynek a lenyomata is, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy egy fénycsorompós átjáró volt, csak leszerelték így mindenestől. Aha, és itt van még egy nyom, ami erre utal, hogy itt lehetett a fénycsorompó. De majd mindjárt megnézem Pete Gabi videóját a vonalról, amikor még üzemelt. Aztán majd utólag kiírom ide, hogy igazán volt-e vagy sem. Futás. Két őz. És haladunk, ott van téged az előjelző, így csak elbújt a gazba. Itt meg valami zöldgés van, amit nem tudok mire vélni. De errefele haladunk, itt majd látszik a vonóvezetéktartók, és hát a vonóvezeték az már nincs meg. És bizony itt már hamarosan Siklós állomás. Na, előjöttünk. És bizony ez már lassan Siklós, ott van a főjelző, és itt egy iparvágány, ez a gabonatelepre, ami vezet. De ide sincs már kiszolgálás sajnos. Pedig itt még bezárás után úgy tudom, hogy néhány évig volt. Meg akkor még fát rakottak Harkányba is. A teherforgalom az néhány évvel túlélte a személyi forgalom leállását. Itt haladunk tovább, és itt van egy jelző is. Na, ez vajon mi lehet? Gondolom, innen lehet engedélyt kérni az állomásra. És bizony ez már a főjelző. És hamarosan akkor innestől kezdve már Siklós állomás. A váltókörzet. És bizony ezt a sodompót sem mostanában engedték le. Itt még van egy őrhely, úgy látom, és utána ez már az állomás épület. Hát itt volt az őrhely, innen kezelték az egyik sodompót. És most hát pontosabban ezt. Itt meg ez egy favázas teherkocsi lenne. El tudom képzelni, viszont ez már magánterület. És akkor itt erre tovább. Az az antenna erdő se semmi ott. Hát ez nem tudom, hogy ez vajon magán, vagy valami közszolgálati antenna, de nem semmi. Hát itt van mindenféle antenna. De ez nem is az a hagyományos FM antenna például. Esetleg Jagi antenna, de az meg... Ugye, sima tévéhez ez... Ez túl jó. De mondjuk ezzel már talán még a szlovákodókat is lehetne innen venni, a horvátokat biztos. És így néz ki a Siklósi vasútállomás utcafrontja. Egyébként volt benne egy magánlakás is, azt látja, hogy még erkélye is volt, nem semmi. Hát mondjuk itt én is szívesen laknék, akkor még inkább szívesebb, hogyha még vonatforgalom is lenne. De hát valószínűleg ezt se adják már ki, valószínűleg a legjobb életét is nem adták ki, hát egyébként ez értetetlen a MÁV-tól, hogy miért nem, hát ez erre biztos lenne vevő. Látjátok, itt még jó helyen is van, és hoppá, és azt a vasúti vendéglőt is. Nézzé, nem ezt akartam megmutatni. Hát úgy látom, zárva van sajnos, pedig ide szívesen betérnék, most még a buszig is lenne időm. Kár, hogy nincs nyitva. Ott is van 11-től 15 óráig van nyitva. Hát sajnos 15 óra elmúlt egy pár perccel. Hát így jártam. És ismét Siklóson. Hát most viszont nem kell annyira sietni a buszállomásig, mert most van egy órám a következő járatig, úgyhogy most majd szépen lassan elcsorgok itt a buszpályaudvarra. Egyébként múltkor körülbelül negyed óra sétával, igaz egy kicsit az előltetett menet volt, de sikerült be, akkor mondjuk kapkodni kellett a lábat, hogy elérjem a buszt. Most nem kell.
és sikerült elérnem a Szenglő Intercity-t, úgyhogy innen már csak az a vonalbejárás megvolt. Szerintem, hogy ezt megnéztétek, és velem találkozunk. Sziasztok! Én ja, Szenglő Intercity, körülbelül egyed oldalomból indul.